Éppen a bemelegítést végzi Noé Attila, aki a rendőri hivatása mellett a futás megszállottja is. A dániai Európa-bajnokságtól kezdve, az országos versenyeken át egészen a rendőrség által szervezett megmérettetésig kiemelkedő eredményeket ért el. Legutóbb a Magyar Atlétikai Szövetség által rendezett szenior országos bajnokság 1500 méteres síkfutásában, korosztályában ezüstérmet szerzett. Gyerekkorában atletizált, innen jött a sport iránti szeretete. Később a futás a hobbiává vált, majd az egészségmegőrzés szempontjából is fontos szerepet töltött be életében. Sikerült kvalifikálnom magam a rendőrterepfutó Európa-bajnokságra, Dániába részt vehettem ezen az eseményen. Ott a tisztes helytállás volt a célom, ez sikerült is, azt gondolom, ezután idén tavasszal az országos rendőrterepfutó bajnokságon sikerült elindulni, a korcsoportomat sikerült megnyerni, az egy nagy siker volt számomra, illetve itt az őszi versenyeken sikerült elindulnom a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett szenior országos bajnokságon, ott korosztályomban második lettem 1500 méteren. A domborzati viszonyok és a helyi adottságok sokat számítanak egy futónál. A síkterepes atlétikai pályához szokott versenyzőknek teljesen más izomzat szükséges, mint egy terepfutónak, aki bizony nagyobb emelkedőket is kénytelen megmászni. Ezért minden futónak megvan a maga kedvence. Hát ha választanom kéne, most egy kicsit megint a pályaversenyek fele tendálnak. Ugye említettem, hogy gyerekkorom óta én atlétizáltam, és akkor ebben nőttem bele igazából a pálya közelsége. Szeretem a rekordtánnak a szagát, ahogy az atléták mondják, de nagyon szívesen akár országúton is nagyon sokan találkozhatnak velem így az út mellett futva. Most a pálya mellett voksolnék. Attila évek óta egyedi edzéstervel dolgozik. Legközelebb pedig egy maratoni távot fog lefutni párban.